Kirakom, összeteszem, így lesz fenyőfa belőlem. Gyere, készítsünk el együtt ezeket az iszonyú finom, puha, fenyőfa alakú zsemléket. A teljes receptet a sütisári blogon találhatjátok, ti is el tudjátok készíteni. Mutatom én, hogy hogyan készítettem el. Ne felejtsd el lájkolni ezt a videót, és további tartalmakért ne felejtsd el bekövetni. A száraz anyagokat a dagasztógép edényébe összekeverjük, a maradék hozzávalót is hozzáadjuk a tésztához. Összegyújjuk a tésztát, már letakarva meleg helyen egy óráig keletjük. 19 egyenlő részre osztjuk a tésztát, mélegen lemérjük a zsemléket, majd kigömbölyítjük őket. Tepsire helyezzük a zsemléket úgy, hogy egy fenyőfa alakot kapjunk. Letakarva a duplájára keletjük, ez kb. Fél óra, utána lekenjük felvárt egész tojással, és sütőbe 200 fokon 15 perc alatt készesítjük. Jó étvágyat hozzá!